Folytatjuk a startot. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És azt mondják önök, hogy a munkaerőhiány demográfiai gyökerű, de igen, először tisztázzuk az alapokat, mekkora a munkaerőhiány? Hát ez nagyon nehéz, ugye pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, de mi most körülbelül egy olyan 200 ezer főre becsüljük a vállalkozások jelzései alapján. Ugyanakkor minden reggel, amikor itt a Startban beszélgetünk, például az ön székében ült tegnap Nemes Gábor, a buszvezetők szakszervezetének a vezetője, aki úgy tippelte meg, hogy a buszvezetők 30%-ánál elképzelhető, hogy jövőre, vagy a rövidesen már külföldön, Ausztriában, Németországban elsősorban vezetnek buszt, illetve van, aki már norvég nyelvtanfolyamra is jár. Megmondja nekem, hogy mik azok a fő szakmák, ahol a legnagyobb a probléma itthon? Hát gyakorlatilag ugye most már azt mondjuk, hogy általános, de azért ki lehet emelni mindig nyilván ebből szakmákat. Az egyik legfontosabb ezek közül az informatikus, amiből ilyen most már 20 és 30 ezer közé teszik a hiányt, de most az építőipar fellendülésével erőteljesen látszik, hogy az építőiparban is, építőipari szakmunkásokból jelentős hiány van, hogyha vendéglátósokkal beszélget, akkor ők is panaszkodnak rá, de ugyanakkor a feldolgozóiparban is, mezőgazdaságban is nagyon gyakran. Mondja, ez egyébként egy természetes folyamat, például Lengyelországban közismert, hogy gáz, víz, villanyszerelő, csőszerelőt nehéz találni, viszont Nagy-Britanniában, Egyesült Királyságban minden gáz, víz, villany és csőszerelő lengyel nemzetiség. Igen, hát egyébként mondjuk ez a társadalom és ezzel a munkavállalók előregedése, ez egy európai folyamat, tehát nem vagyunk ebbe kivételek, és nyilván a mi térségünkben itt Közép-Kelet-Európában, és ez minden országra igazából jellemző, tehát ez nem egy specifikus magyar jelenség. Hát hogy, de akkor mondok egy konkrét példát, jó? Van a Fertőtó partján egy gyönyörű étterem. Uh-huh. Csaba a tulajdonos, az én jó barátom. Kelet-Magyarországról mennek oda sokkal szegényebb vagy rosszabb pénzt fizető környékről mennek oda a pincérek konyhába dolgozni, pincérként dolgozni, megérkeznek 240 ezer forintot ad az én Csabám neki. Majd a pincér rájön arra, hogy a Ruszt nevű település alig pár kilométer, vesz egy biciklit, átmegy oda, és már is megkapja az 1200 euróját. Hát persze, hogy átmegy. Hát így van. Tegye akkor rögtön ezt is hozzá, hogy mennyire kapja ott a wienerschnitzelt, és mennyire kapja a határ másik oldalán a rántott húst. Hát, és akkor az egyikből ki lehet fizetni a kétszer akkora bért, a másikból meg nem lehet kifizetni a kétszer akkora bért. Hát hogy ne, de kis túlzással azt tudom mondani, hogy ha most arra kérném, hogy sorolja fel az összes olyan burgerlandi benzinkutat, ahol nem dolgozik magyar töltős a benzinkúton, akkor lehet, hogy rövid interjú. Nem, igen. Valószínűleg jól megértetném magam az igen gyakran német nyelvtudásommal is arra felé. Azt mondja meg nekem, hogy ez megállítható folyamat-e, hiszen azért nem egyik napról másikra. Nem, azt hiszem, hogy megállítható, nem megállított. Azért mondom, hogy ez a keletről nyugatra való vándorlás, ez mindenütt jellemző, és ez folyamatosan. Mert sőt, ugye a környező országokban, mondjuk Lengyelországban, Romániában, ez évtizeddel előbb elkezdődött, tehát náluk sokkal nagyobb az elvándorlás, mint nálunk. Nálunk ez most gyorsult fel, ezért lett ez nálunk most hirtelen ilyen nagy probléma. Hogyne, volt Jugoszlávia területén mindenki világútlevéllel oda ment, ahol Németországban, pontosan, Ausztriában, pontosan, szerbek, horvátok, bosnyákok dolgoztak. Ugyanakkor, amit említett, arról olvastam egy nagyon érdekes cikket arról, hogy korábban mi tudtuk pótolni a munkaerőhiányt Szerbiából, Romániából, Erdélyből jöttek át például, most igen, viszont az ottaniak nem állnak meg nálunk, hanem igen, egyből átugornak minket, hiszen, ahogy mondtam, nyugaton még nagyobb a fizetés. Így van, hát ez átmenetileg ugye szerencsénk volt, hogy valóban a határon túli magyarok egy része, több százezer ember Magyarországra költözött, és ez egy ideig elvette ezt, mondja, a problémát. Szerencse? Attól függ, milyen munkaerő szempontjából szerencse, hogyha nem tudom, nemzetpolitikailag nézi, ami nem az én asztalom, igazából valószínűleg nem szerencse, de ezek valószínűleg olyan történelmi folyamatok, amik nagyon nehezen megállíthatók. Hogyha azt mondja, hogy demográfiai gyökerű, igen, és demográfiai okozat és okozati összefüggés, igen, van, akkor egészen pontosan mire gondol? Igazából arra gondolok, hogy ugye a már 20 évvel ezelőtt született generációk, akik ugye most lépnek be a munkaerőpiacra, azok lényegesen kisebb létszámúak, mint azok, akik most nyugdíjba mennek. Tehát ugye Ratko korszakban születettek, azok közel 200 ezer fő volt egy-egy korosztály. A 20 évvel ezelőtt született korosztályukon 130-140 ezer fő. Tehát a kettő közötti különbség azt jelenti, hogy egy évben ennyivel csökken a munkaerő kínálat. A most születő korosztályok már 90 ezer körül vannak. Tehát azt jelenti, hogy 20 év múlva megint csak lényegesen kisebb korosztályok lépnek be, és ez akkumulálódik. Tehát ha évente 40-50 ezerre kevesebb ember
van a munkaerő kínálatban, az azt jelenti, hogy az 20 év alatt 1 millió ember, 1 millió. Igen, és közeledik az a korszak, amikor már nem kihivatkozhatunk át folyamatosan a Ratko korszakra. Nem, hát ez nem Ratko korszak, ez egyébként, megint mondom, ez a születésszámcsökkenés egy vagy két ország kivételével, ez egy európai jelenség, különbözőképpen próbálják pótolni ezt. Hogyan lehet ezt Magyarországon pótolni? Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon egyrészt azért nyilván itt demográfiai intézkedésekre, ez ugyan egy rossz, hogy mondjam, ízű szó igazából, mert sok minden hülyeség üt az emberen keszik. De mondjuk azt, hogy több gyerek szülessen. De mondjuk ösztönözni kell nyilván, tehát azért alapvetően azt gondolom, egy társadalomban fontos, hogy önfenntartó legyen, valamiképpen reprodukálja magát, vagy legalábbis ne gyorsan fogyjon. A másik nyilván a modernizáció, a gazdaság modernizációja meg a munkaerő keresletet csökkenti. Tehát ez is egy fontos dolog. De hát az igazán megoldás az lenne, hogyha piaci béreket adnának Magyarországon is, mert az ember arra költözik, ahol olcsóbb a lakás, ahol nagyobb a fizetés, ahol több a juttatás. Azt gondolom, hogy ez átmeneti, meg ez igazából ez a rövid távú része a dolognak. Attól, hogy nagyobb fizetést adunk, attól nem leszünk többen. Végzett egy nem reprezentatív felmérést egy csapat a Nagy-Britanniában dolgozó éttermi munkásoknál, ahol és nem térjünk ki arra, hogy hány diplomás magyar dolgozik a konyhán, igen, de oké. És a jelentős részük azt mondja, hogy na, innen haza nem jön. Igen, sajnos az elvándorlás, az erre a demográfiára, amiről beszéltünk, ez még rátesz, hiszen a meglevő munkaerőállománynak egy része is elmegy nyugatra dolgozni. Ráadásul a demográfiai előrejelzéseket még tovább rontja, hogy a fiatalok elmennek, az ő gyerekeik nem is születnek, meg nagy valószínűséggel nem is jönnek haza. Tehát lehet, hogy a hosszabb távon a demográfiai folyamatok még rosszabbak lesznek, mint amit most a KSH adatok mutatnak. Rolek úr, én nem jósnak hívtam meg önt természetesen, de mit tippel, mi lesz ebből? Sikerül megállítani, sikerül-e racionalizálni, sikerül-e fenntartani, vagy pedig tovább szaladunk valamerre, ami nem feltétlenül jó. Én azt gondolom, hogy a folyamatot nagyon megállítani nem lehet, lassítani lehet, kiürül a magyar munkaerőpiac? Nem kiürül, de folyamatosan csökkenni fog. És akkor eljön majd az a pillanat, mert ez a lényegi része a dolognak, igen, hogy én szeretnék felhívni egy gáz-víz-villanyszerelőt, és azt mondják, hogy nincs? Hát, hogyha most például építkezni szeretne már még az idén esetleg a lakásába, akkor már rögtön lebeszélném róla, hogy elkezdjen vállalkozót keresni, mert nem fog találni már most se. Igen, ez egyre nehezebb. És akkor én hogy fogom felépíteni a lakásomat? Ki fogja az én lakásomat felépíteni? Ki fogja a WC-t megszerelni? Ki fogja a fogamat betömni? Jó, elmegyek Sopronba, mert ott sok van. Oké. De tehát ki fogja végrehajtani a mindennapi munkát? Szűkös lesz. Nehéz lesz találni, egyre több dolgot esetleg az embernek magának kell megtenni, vagy pedig valahonnan kívülről lehet pótolni, ami egy kényes kérdés. Szerintem bajban vagyunk, és egyre nagyobb bajban vagyunk. Rolek úr, visszatérünk, azt hiszem, hogy nem egyszer még erre. Köszönöm szépen, hogy itt. Köszönöm szépen. Köszönöm.